A három királyfi, három királylány mozgalom szegedi csoportja által meghirdetett vándorbölcső arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy egy gyermek születése nem csak a családnak öröm és felelősség, de a nagyobb közösség számára is érték. A bölcsőt egy fafaragó mester ajánlotta fel, aki saját maga készítette. Náluk három gyerek használta, azóta pedig már négy másik családnak okozott örömet, jelenleg az ötödik jelentkezését várják. A célja az az, hogy egy kicsinek, aki éppen most született, legyen egy fekhelye, de a vándorbölcsőnek még plusz célja is van. Azt szeretnénk, hogyha másoknak is kifejezni ez azt, hogy milyen jó, hogyha egy gyereknek nem csak a család örül, hanem mások is, azáltal, hogy egy nagyobb családba is beleszületik. Az új tulajdonost azok közül a családok közül választják ki, akik a három királyfi, három királylány mozgalom szegedi csoportjának Facebook oldalán közzétett, vagy a Somogyi Könyvtárban kitölthető űrlapon beküldik pályázatukat. A Somogyi Könyvtár több civil szervezettel is nagyon jó kapcsolatot ápol, így nem véletlen, hogy a kezdeményezés mellé állt. Az intézmény a nyertes család számára a bölcső mellé egy további ajándékot is ad majd. A három királyfi, három királylány mozgalommal nem ez az első közös projektünk. A közös értékek mellett próbálunk elköteleződni, ilyen a házasság, ilyen a család. Jelen esetben nagyon fontos, hogy a családba érkező új gyermek támogatást kapjon, és felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az időszakban, a legkorábbi időszakban is fontos az olvasás. Éppen ezért egy könyvcsomaggal szeretnénk a nyertes pályázó meg ajándékozni mi magunk is. A vándor bölcsőre szeptember 5-ig lehet jelentkezni, a pályázók közül a kíró választja ki, hogy kihez kerül majd a bútor. Szeptember 10-én lesz az átadó, a bölcsőt a nyertes négy hónapig használhatja, utána egy másik családhoz kerül majd.